A Viktor János Londonban a holtaknak külön vasútvonala volt, ez pedig a London Necropolis Railway, mely holtakat szállított Londonból a 37 km-re fekvő Brookwood Cemetery-be, azaz Brookwood temetőbe. A vasútvonalat, illetve a szolgáltatást 1854-ben hozták létre, és 1941-ig működött, amikor is a londoni Blitzben bombatámadás érte az állomást, és akkor úgy döntöttek, hogy az akkori fejlődő technika, illetve a rendelkezésre álló egyéb eszközök, például autók, miatt nem éri meg felújítani ezt az állomást, azonban az állomás épület maga kisebb károkat szenvedett, és ez a mai napig látható Londonban, látogatható, mármint csak kívülről látogatható, és talán a szerencsésebbek közül néhányan be is juthatnak. Na de hogy miért is volt erre szükség? Nézzük a hátterét ennek az egész történetnek. Mégpedig ott kezdődik a dolog, hogy Londonban kevés volt egészen egyszerűen a hely, ahova a holtakat eltemethették volna. Az akkori szokások szerint Londonban a templomok köré temettek, továbbá a régi halottakat exhumálták, és az ő helyükre temették a friss halottakat. És ez a gyakorlat egyébként azért sem működött, mert 1801 és 1851 között London lakossága több mint duplájára nőtt. Kicsivel kevesebb, mint 1 millió főből 2,5 millióra gyarapodott a londoniak népessége, továbbá pedig egyre több volt a járvány is. Talán pont amiatt is, mert hogy nagyon sok hullát exhumáltak, illetve a friss halottakat hegyekbe rakva tárolták gyakorlatilag az utcán, és hát ugye ez akkor sem arról volt híres, hogy túlságosan steril lett volna, vagy hogy egészséges lett volna az utcán járni. Nem utolsó sorban pedig a London lakossága ugye 2,5-szeresére nőtt, ettől függetlenül a temetkezési helyek nem nőttek. Körülbelül 1,2 négyzetkilométer állt rendelkezésre, ugye ezeken a templom kerteken, illetve a templom körül lévő területeken, és ez is egyébként több mint 200 külön lokációra felosztva volt elérhető. Abban az időszakban egyébként így orvosilag a miazma elméletben hittek az emberek, ami annyit takar, hogy a rossz gázok, szagok, illetve a levegőben terjedő részecskék, amik mindennemű betegséget okoznak, és az ő hitük szerint a hegyekbe rakott halottakból áradó bűz, továbbá az exhumált halottakból áradó bűz, az, ami megbetegíti őket, a valóságban részben ez is lehetett az indok, illetve még az is, hogy beszivárogtak ezek a fertőzések London ivóvízhálózatába is, emiatt pedig Londont elég gyakran sújtotta kolera, hímlő, kanyaró, illetve tifusz járvány, és talán az egyik legnagyobb az 1848-49-es kolera járvány, amikor is 14.600 ember hunyt el Londonban, és a temetkezési krízis a tetőpontjára hágott, ugyanis nem csak egyszerűen zsúfoltak voltak a temetők, hanem olyan méretet öltött a járványnak a tombolása, ami miatt azonnal lépni kellett. Ekkoriban egyébként már voltak arra törekvések, hogy a temetési krízist valamilyen úton módon megoldják, azonban 1851-ben fogadtak el egy olyan temetési törvényt, mely alapján megtiltották, hogy London határain belül temetést végezzenek. Erre egyébként létrejött 7 temető London környékén, amik közel is voltak a városhoz, viszont mégsem bent magában a Cityben. Ekkor két vállalkozó, Sir Richard Brown, illetve Richard Spry azt javasolták, hogy részben használják ki a technikai vívmányokat, gondoltak itt például a vasútra, továbbá arra, hogy egyszer s mindenkorra oldják meg ezt a temetési krízist, ezért a Surrey megyei Working melletti földterületet javasolták megvételre, ami egyébként 8,9 négyzetkilométer területű, amely az ő számításaik alapján megoldotta volna több évszázadra is a temetési kérdést. Ezt a területet később Brookwood Cemeterynek vagy Brookwood temetőnek nevezték el, 37 kilométerre délnyugatra esett Londontól, ugye ott Working mellett, továbbá a másik ilyen alternatív neve London Necropolis volt. A holtakat szállító vasúttársaság ötlete pedig onnan jött, hogy 1838-ban a South Western Railway összekötötte Workinget, illetve Londont, tehát tulajdonképpen nem kellett volna egy teljes hálózatot kiépíteni, elég lett volna csak becsatolni néhány új vágányt és szakaszt, és egyébként ezt meg is tették. A vállalkozók becslései és tervei szerint pedig 28,5 millió embert lehetett volna ebbe a temetőbe eltemetni, közel 300 évig működhetett volna az akkori számítások szerint, és noha viszonylag messze esett Londontól, ettől függetlenül, mivel ugye a vasút kötötte össze a Londont, illetve a temetőt, ezért időben mégis gyorsabb lett volna, mint bármelyik másik akkori temető,
mert hogy akkoriban ugye a temetkezési szolgáltatás abból állt, hogy lovaskocsin vitték a halottat, illetve a temetési menet is lovaskocsival vagy gyalog vonult. 1852. június 30-án fogadtak el egy olyan parlamenti törvényt, mely alapján megalapult a London Necropolis and National Mausoleum Company, LNC a későbbiekben, ugye ez a London National Railway-nek a szolgáltató társasága, majd pedig egy másik ilyen törvényt is hoztak, mely kizárta volna az eredeti vasútvonalat, hogy monopól helyzetbe kerüljön a holtak szállítását illetőleg. 1854. november 7-én nyílt meg a Brookwood Cemetery, melyet a Westminsteri püspök Charles Sumner tett fel, és 8,9 négyzetkilométer alapterületű volt ez a temető, a világon akkor ez volt a legnagyobb. Az első halott szállító vonat pedig 1854. november 13-án indult a London Necropolis Railway Stationről, és egy halva született ikerpárt szállított, akik Mr. és Mrs. Hoare gyermekei voltak, akik boróban az Ever Street-en laktak. 1864-ben nyitott meg a Brookwood Necropolis Railway Station, tehát egy állomás a temetőnél. Egyébként több is volt akkoriban, volt egy északi, illetve egy déli állomás is, illetve egy köztes is, hogyha jól láttam, ez pedig a Necropolis Junction Station volt. 1898 és 1904 között pedig 2-ről 4 vágányra bővítették ezt a szakaszt, amivel a London Necropolis Company osztozott a London South West Railway-jel, a LSVR innentől röviden. Szolgáltatások tekintetében pedig alapvetően úgy terveztek, hogy holtukban az embereket nem választják szét, azonban a londoni közép- és felsőbb osztály elkezdett pánikolni, hogy a pornéppel kell keveredniük. Ezért az LNC 3 osztályra bontotta a szolgáltatásainak listáját, ugye első, másod, illetve harmadosztály, és ezekbe például az alábbiak tartoztak. Az első osztályú halott jegy, a temetőben bárhol választhattak neki sírhelyet az elhunytnak, nyitáskor 2 font 10 shillingnél kezdődtek az árak, ez mai árfolyamon 250 font, és egy kb. 2,7x1,2 méteres parcellát kaptak ezért az árért, továbbá elvárták azt, hogy sírkövet is csináltassanak az elhunytnak. A másodosztályú jegyet váltóknak, mert mint az elhunytaknak és az a családjuknak, valamennyi beleszólása lehetett abba, hogy a temetőben pontosan hol helyezzék el őket. Ez a jegy egyébként egy fontnál, mai árfolyamon körülbelül 100 fontnál kezdődött, illetve a sírkő az további 10 shillingbe került, az körülbelül 50 font mai árfolyamon, és ha nem vettek sírkövet, és nem váltották ezt ki, akkor viszont az LNC fenntartotta magának azt a jogot, hogy a sírkövet a későbbiekben tovább értékesíti, már mint a sír helyett. A harmadosztályt pedig jellemzően a szegényeknek, a nincstaleneknek tartották fönt, ugye ez értelemszerűen ingyen volt, és a plébánia fizette, tehát így volt ingyen a hozzátartozóknak esetlegesen, és a plébánia számára kijelölt parcellákban temették ezeket a harmadosztályú jegyet megváltó elhunytakat. Ők pedig nem válthattak sírkövet, azonban később, hogyha hozzátartozók szerettek volna, akkor fizetés ellenében felminősítethették ezeket a sírokat másod vagy akár első osztályúvá is. Akkor ugye válthattak sírkövet, viszont ez nagyon-nagyon ritka volt akkoriban. Noha ezek a harmadosztályú temetések elég kegyetlennek hangozhatnak manapság, viszont az LNC-nek meg volt tiltva, hogy tömegsírokat alkalmazzanak, ezek alól egyetlen kivételt jelentett az, amikor hozzátartozókat temettek egyetlen sírba, tehát ez a szegényeknek, illetve a nincstaleneknek lehetőséget biztosított arra, hogy külön sírhelyet kapjanak. Maguk a vonatok egyébként minden nap jártak eleinte, délelőtt 11 óra 35-kor indultak, kivéve vasárnap, amikor 11 óra 20-kor indultak, ezek pedig hétköznapokon és szombaton 12.25-kor érkeztek meg Brookwoodba, vasárnap pedig ugye 12.20-kor, és magukon a vonatokon nem csak az elhunytakat és a koporsokat szállították, hanem a gyászolókat, továbbá azokat az embereket is, akik később ki akartak menni a temetőbe. És ugye, ahogy korábban említettem, itt elég elszeparálták a tömeget egymástól, és nem csak társadalmi osztályok szerint, hanem vallások szerint is. Ugye voltak az anglikánok, illetve a protestánsok és egyéb vallásúak,
Továbbá azért is volt szükség akkoriban erre a szeparációra, hogy a különböző gyászoló tömegek ne zavarják egymást. És alapvetően ezek a vonatok nem voltak nyilvánvalóan túl nagyok, azonban, hogyha nagyobb tömegeket kellett szállítani, arra is volt lehetőség. 1938. július 25-én temettek egy üzletembert, akinek a temetésére első osztályon 155 ember utazott. Ilyenkor egyébként az LNC extra vagonokat tett hozzá a közlekedő vonatokhoz. Olyanra is került sor, hogy extrém méretű embertömeget vonzott egy-egy temetés. Például 1891. február 3-án temettek egy Charles Bradlaugh nevű parlamenti képviselőt, akinek a temetésére 5000 ember utazott. Ebben az esetben egyébként 3 vonatot indítottak útnak, továbbá az LSV-t, tehát az Alap Vasúti Társaság biztosított extra kocsikat a közlekedő vonatokhoz. Később egyébként módosították a vonatok menetrendjét, és ez úgy alakult, hogy abban az esetben, hogyha senki nem várt Londonban a vonatra, akkor törölték az aznapi járatokat. Továbbá, hogyha csak egy másod vagy harmadosztályú koporsót kellett volna szállítani, abban az esetben is törölték a járatot, és áttették a temetést, illetve mindenféle más szolgáltatást Brookwoodban a következő olyan napra, amikor a vonat közlekedik. 1900. október 1-től pedig törölték a vasárnapi vonatokat, 1902-től pedig csak abban az esetben járt a vonat, hogyha szükséges volt. És ugye korábban volt róla szó, hogy egy-egy temetés mennyibe került. Ez a temetés pedig nem tartalmazta a vonatjegyet, amit egyébként mind a halottnak, mind pedig az élőknek meg kellett váltani. Természetesen más-más árban voltak, tovább egy ilyen érdekesség, de hát van benne ráció, hogy az élők csak és kizárólag retúrjegyet vásárolhattak. A London Necropolis Railway árai egyébként sosem változtak, leszámítva az utolsó 2 évet, tehát az 1854-es nyitásukkor azért eléggé drága volt ahhoz képest, ami később volt, ugye az inflációt, illetve egyéb gazdasági tényezőket figyelembe véve. Ezek az árak egyébként mai árfolyamukon, 2023-as árfolyamon úgy alakulnak, hogy az élő utasok retúrjegyei az első osztály 30 font, a másodosztály 17 font, a harmadosztály pedig 10 font, a halott utasok egyetlen útra szóló jegyei pedig 100 font, 25 font, illetve 12 font. A 20. századra pedig természetesen azért változtak így a dolgok. Az 1918-as adatok szerint az LSVR megszüntette a másodosztályt, akkoriban már ők szolgáltatták az élő utasoknak a kocsikat, ettől függetlenül a halott utasok számára ugyanúgy megmaradt mind a 3 korábbi osztály. Az LSVR-nek egyébként alapvetően nem tetszett az LNC-nek a hozzáállása abba a tekintetben, hogy főleg így a 20. században már túl olcsónak titulálták a jegyeket, emiatt pedig valamiféle harc is kialakult köztük, de ettől függetlenül a London Necropolis Railway szolgáltatása 1941-ig ugye megmaradt, viszont időközben a 20. század elején pont amiatt, mert azonos vágányon haladtak egy ideig ezek a vonatok, és mivel az LNC olcsóbb volt, ezért volt olyan, hogy a gyászolókat golfozók zavarták meg, mert hogy inkább az olcsóbb, mégis halott szállító járatra váltották meg a jegyüket. Ugye említettem a videó elején, hogy a London Necropolis Railway-nek az állomása mai napig is látható, azonban ez már egy második állomás. Az első állomás 1854 és 1902 között üzemelt, ez pedig a Waterloo Bridge Road és a York Street, utóbbi mai nevén Lake Street között. Ezt az állomást egyébként azért javasolták és azért itt vették meg a helyszínt, mert úgy gondolták akkoriban, hogyha a Temzén szállítják az állomásra az elhunytakat, akkor az egyrészt könnyebb, és egész Londonból könnyebben és olcsón meg lehet oldani a szállítást, másrészt pedig a londoniakat kevésbé zavarja talán. A 20. század elejére viszont a londoni urbanizáció miatt szükséges volt a váltás. Ekkoriban az LNC, illetve az LSVR egy megállapodást kötött, hogy közösen használják ezeket az állomásokat. Ez az új állomás pedig 1902. február 8-án készült el, és a Westminster Bridge Road ellentétes oldalán található, mint az első. A London Necropolis Railway 1941-ig működött, amikor is a II. Világháború alatt ugye a Waterloo Station, illetve a közeli hidak célpontok voltak a bombázások alatt.
Sokszor egyébként majdnem el is találták ezt az állomást, azonban 1941. április 16-17-re védadó éjszaka eltalálták, és meg is sérült. Az irodák, illetve a peron éppen maradtak, viszont a műhelyek, a felhajtó és a harmadosztályú váróterem teljesen megsemmisült, úgyhogy 1941. május 11-én nyilvánították bezártnak az állomást. Utolsó temetői vonat Brookwoodba pedig 1941. április 11-én indult el, és egy veterán katona Edward Irish testét szállította a végső nyughelyére. És mivel ugye az LNC állomással megrongálódott és használhatatlanná vált, ezért a Southern Railway, az LSVR utóda felajánlotta nekik, hogy használhatják a Waterloo Station 11-es vagy 12-es vágányát, azonban kifejezetten megtiltották nekik, hogy olyan olcsó jegyeket adjanak el, amelyekkel korábban operáltak. Kivételt ez alól egyetlen utastípus képezett, mégpedig a temetésre igyekvő gyászolók, akik csak a halottaikat látogatni mentek Brookwoodba, azoknak teljes áru jegyet kellett venniük. És ugye mondtam, hogy ma is látható egy része ennek az állomásnak, ugye az a homlokzat, ami a képeken is van, az pont az irodáknak a része, és egyébként az állomás többi részét irodáknak adták el később. 1945. szeptemberében a háború után felmerült, hogy helyrehozzák-e az állomást, vagy egészen egyszerűen mi történjék vele, és akkor úgy kalkuláltak, hogy tulajdonképpen az első számolások alapján nem volt nyereséges a London Necropolis Railway, ugyanis a fennállás alatti 87 év alatt összesen 203.041 koporsót és holttestet szállított, ami körülbelül évente ilyen 2000-2200 főnek felel meg, és ennél többre számítottak, és 1946 közepén az LNC formálisan is közölte az SR-rel, hogy bezárják az állomást. És nem csak egyébként azért zárták be, mert hogy nem volt nyereséges, akármennyire is morbidan hangzik egy ilyen témájú videóban, vagy akár egy ilyen témájú vállalkozásban, hanem azért is, mert ugye az 1940-es évekre azért már elterjedtek az autók, illetve a technológia a halottas házaknál, illetve a temetkezési vállalatoknál is modernizálódtak a lehetőségek, ezért nem volt szükség arra, hogy a lovaskocsi vagy a vasút között válasszanak. Egyébként egy ilyen másik érdekesség, hogy az azóta eltelt időben 1947-ben hoztak egy vasúti törvényt, melynek értelmében a halottakat teljesen el kell különíteni minden nemű más rakománytól, hogyha vasúton szállítják őket. Továbbá az utolsó vasúti temetés az 1979. szeptemberében Lord Mountbatten volt. Noha ugye ekkoriban már nem volt egyáltalán gyakorlatban, de 1988. március 28-án formálisan is megtiltották és beszüntették a koporsók vasúti úton való szállítását, illetve a vasúti temetést. Ez alól volt még egyetlen egy kivétel, de ő közjogi méltóság volt, hogyha jól tudom, de az átlag embernek a vasúti temetés már nem áll fent, mint lehetőség. A Brookwood szemetedi egyébként a mai napig üzemel, látogatható, hogyha jól láttam, illetve az állomás épületek is megvannak, noha nagy részüket ugye átalakították vagy lebontották. Ki pedig a jelenleg is látható és megmaradt homlokzatot szeretné meglátogatni, az a Westminster Bridge Road 121-es szám alatt találja meg. Az épületnek a neve Westminster Bridge House, illetve a Lambeth North Stationhöz van közel. Alapvetően pedig szerintem ezek a viktoriánus, londoni és angliai témák eléggé izgalmasak és érdekesek, még akkor is, hogyha elég sok morbid dolgot lehet találni az akkori életben, többek között például ezt a Necropolis járatot a vasúton. Őszintén szólva, szerintem igencsak furcsa lenne így a mai embernek ebbe belegondolni. Te mit gondolsz erről a témáról? Írd meg kommentben, ha pedig tetszett ez a videó, akkor nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, és nyomd meg a csengő ikont, hogy értesítést kapj, hogyha új videót töltök föl. Még több hasonló témáról pedig TikTokon beszélek, úgy ott általában maximum 3 percben. Köszönöm, hogy itt voltatok, és remélem találkozunk a következőben. Sziasztok!